Zumba, valamint florba bemutatókkal avatták fel a Gregor József Általános Iskola új kézilabda pályáját, melyet az intézmény sportnapjának keretében adtak át a diákoknak. A beruházás a Magyar Kézilabda Szövetség által valósult meg, az avató ünnepségen jelen volt Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere is. A városvezető rámutatott, a közös összefogással létrejövő fejlesztés jól bizonyítja azt, hogy csapatmunkával nagy célokat lehet megvalósítani. A pálya létrehozásáért köszönet jár a Magyar Kézilabda Szövetségnek, képviselőasszonynak, igazgatóasszonynak, tankeret igazgatóasszonynak is, hogy közösen össze tudtunk fogni és meg tudtuk valósítani ezt a beruházást, és ezzel is tudjuk emelni a Gregor József Általános Iskolának a szintjét, hiszen nem mindegy, hogy a gyermekek ti milyen feltételek között tudtok sportolni, mozogni, hiszen ez egy óriási lépés minőségben, én úgy gondolom, de miután ti már használtátok iskolában is ezt a pályát, úgy gondolom már tapasztalataitok is vannak erről, hogy mennyivel jobb és mennyivel másabb ezen focizni, vagy kézilabdázni, vagy kosárlabdázni. És azt szeretném, hogy minél többet használjátok, hiszen fontos a mozgás számunkra is, hogy ti mozogjatok és sportoljatok. Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy szinte hazajött a jeles eseményre, hiszen korábban az iskola pedagógusaként tevékenykedett, így mindig örömmel tesz eleget azoknak a meghívásoknak, amelyek segítik és tovább növelik a gyermekek mozgás igényének kielégítését. Én is azt kívánom, hogy nagyon sok sportélmény, versengés, évfolyam meccsek, évfolyam vetélkedők és mindenféle sportnap és a normál testnevelés óra is olyan legyen ezen a pályán, meg ugye a 15. utcain, meg itt bent a tornateremben, amely nem csak hogy sportsikereket fog majd jelenteni, hanem örömet is, a mozgás örömét, a versengés örömét, a győzelem mámorát kívánom mindenkinek. A Magyar Kézilabda Szövetséggel 4 évvel ezelőtt kötött együttműködési szerződést a tanintézet, mely megállapodásnak a felek maximálisan eleget tettek. Ennek is köszönhető, hogy egy igen korszerű pályát avattak most fel a létesítmény udvarán. Emelte ki Molnár Anna, a Gregor József Általános Iskola intézményvezetője. Tájékoztattak egy szép februári napon, hogy szeretnénk-e, hogyha a gyerekek olyan körülmények között játszhatnának, sportolhatnának, ami méltó az iskolához, az iskola hírnevéhez, és hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Hát természetesen ilyen felhívásra nem lehetett más mondani, csak az, hogy igen, 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 nagyon szeretnénk. És ezután a keletpesti tankerülethez fordultam segítségért, illetve egyben megvalósult az is, hogy a tornaterem előtti járdarészt a Rákosmente önkormányzat segítségével, polgármester úr hozzájárulásával, illetve a Szupersuli Alapítvány segítségével és a Talentum, Gregoros Talentumos Alapítvány segítségével valósulhatott meg. A Rákosligeti Iskola mindennapok során jelentős hangsúlyt fektet a kézilabda oktatására. Az újonnan átadott pályának köszönhetően pedig a jövőben méltó körülmények között valósulhatnak meg a gyermekek számára megtartott edzések.